szavazólap adattartalmával kapcsolatban lehetett volna kifogást benyújtani. Több kifogást is tárgyaltak a Tolna megyei Területi Választási Bizottság tagjai csütörtökön este. Ezek közül az egyik a szekszárdi voksolás két egyéni választókerületét érintette. A Fidesz nevében Horváth István a párt városi elnöke emelt kifogást. Eszerint az Éjjel-Szekszárd Egyesület két jelöltje a választás napján többször is megjelent a szavazóhelyiségekben, a jelenlétük pedig a kifogás benyújtó szerint alkalmas lehetett a választók befolyásolására. A beadványt korábban a helyi választási bizottság megalapozottnak találta, az ÉSZ jelöltjei viszont fellebbeztek a döntés ellen, amiről ezért most a megyei választási bizottságnak kellett döntenie. A bizottság tagjai végül jóvá hagyták a korábbi határozatot, és megsemmisítették a választás eredményét, új voksolást kiírva. A 2-es és a 8-as választókerületben történtek olyan jogszabálysértések, amely alapján a Területi Választási Bizottság elfogadta a Helyi Választási Bizottságnak az indokolását, miszerint 150 méteres körzetben, a szavazókör 150 méteres körzetében tilos kampánytevékenységet végezni. A Tolnai megyeszékhelyen az Éjjel-Szekszárd Egyesülettől is érkezett korábban kifogás. Bomba Gábor az Egyesület nevében a polgármester választás megismétlését kérte. A kifogás szerint a Fidesz-KDNP jelöltjeként induló Ács Rezső a Facebook oldalára töltött fel olyan képeket a kampányidőszak alatt, amik befolyásolhatták a választás kimenetelét. Ács Rezsőt emiatt korábban pénzbírság megfizetésére kötelezték, ám a szavazás megismétlését akkor nem rendelték el. Ezért került most a kifogás a megyei bizottság elé. A Területi Választási Bizottság is fenntartotta ezt a bírságot, de további szankciók alkalmazását nem tartotta indokoltnak a Területi Választási Bizottság, így a megismételt választás és további jogsértés megállapítását nem látta megalapozottnak, és így a megismételt választást is elutasította. Az érintett jelölő szervezetek képviselőinek 3 napjuk áll rendelkezésre, hogy fellebbezzenek a döntések ellen. Akkor a pécsi ítélőtáblára kerülnek a kifogások. Ellenkező esetben Szekszárd két választókerületében november 10-én szavazhatnak újra a helyiek.